természetvédelmi területet szigorú előírások védik. Leá Szebézi jól ismeri a két szigetet, és elmagyarázza, mire figyelnek velük kapcsolatban. Úgy körülbelül 200 ember érkezik naponta. A legtöbbjüket utazási irodák munkatársai kísérik el. Velük nincs baj, ők megfelelnek egy sor előírásnak, hogy eljöhessenek a petitterre. Vannak, akik csónakkal jönnek, rájuk is vonatkoznak a rezervátumban érvényes szabályok. Tehát a felügyelők feladata a szabályok betartatása és szükség esetén a bírságok kiszabása. Tehát itt vagyunk Terre-de-Bains, közvetlenül Terre-de-Haut-szigete mögött. A szigetecske teljesen le van zárva, nem lehet bemenni, hogy megóvjunk egyes ott fészkelő madárfajokat, valamint a Terre-de-Haut-n élő endemikus kis-antillai leguán populációt. A Petite-Terre-szigetek természetvédelmi területét a TITÉ Egyesület és az Office National des Forêts közösen kezeli. 2002 óta dolgozunk együtt, jövőre ünnepeljük az együttműködés 20. évfordulóját.